Sziasztok, a nevem Berger Siegfried, és csak azért csinálom ezt a videót, mert előjáróban szeretném elmondani, hogy mindegyik Facebookom le van tiltva, de reagálni szeretnék egyébként a videóra. Örülök annak, hogyha a Mi Hazánk mozgalomhoz eljutott a videóüzenetem, illetve a live-om. Ez egy nagyon nagy dolog egyébként, hogy végre a megvádolt náci eszméket valló magyarságukat büszkén vállaló emberek észrevették a videómat, és hogy reagáltak rá, akár kommentekben, vagy hozzászólásokban, vagy bármi egyébként. Lényegtelen, de a lényeg az, hogy nem volt ez egy ilyen egyszerű cigarettafüst, és elszállt a levegőbe, hanem azért történtek elég fajsúlyos szavak kimondása, aminek a mai napig is azt mondom, hogy vállalom érte a felelősséget. Igen, a videóban elmondottak össze vannak vágva, elég szépen, ügyesen. Lényeg a mondandómnak az, hogy minden egyes rossz kívánságot azoknak az embereknek küldtem, akik a cigányok ellen vonulnak, munkálkodnak ellenük, és azon dolgoznak, hogy a cigányság életét megnehezítsék, illetve a magyarországi földről elüldözzék őket. Lehet, hogy vehemensen is durván fogalmaztam, és tényleg obszén szavakat használtam, amiért nem fogok elnézést kérni, már csak azért sem, mert hogyha ti kimondhatjátok nácik, hogy cigánybűnözés, meg ilyenek, meg hogy ezt csinálják, a cigányok azt csinálják, akkor én is kimondhatom azt, amit gondolok, ugye a szólásszabadság van. Ha ti válogatott szavakat használva lejárathatjátok a népünket, és gyilkosságra buzdíthattok embereket azért, mert csupán valaki cigány, akkor én is nyugodtan vállalhatom azt, hogy minden náci szopjon le. És igen, minden nácit a gyökerektől kezdve kell kiirtani. Azt szokták mondani, hogy fejétől büzdik a hal, de náci szülőknek náci gyerekeik lesznek. Senki nem születik nácinak, nácivá válik. Mindegy az, hogy miért vagy hogyan, de ha nácivá válik, a saját gyerekeit is náci eszmék között fogja nevelni. Na most ezekért az eszmék ellen van az én videóm. Azt szívesen elmagyarázom nektek, hogy a rasszizmus egyik válfaját sem szeretem. Szóval nem szeretem azt, amikor egy cigány ember azt mondja valakiről, hogy azért kell megölni valakit, mert egy büdös paraszt. Vagy azért rabol ki valakit, mert ugye az ő számára egy paraszt. A rasszizmus emez válfaját sem szeretem. Az is érzékenyen érint, amikor egy nem cigány úgy beszél a cigányról. Azon elháborodjatok fel, hogy én csúnyán kiemlegettem magamat, meg ilyenek. Gondoljatok bele, 2008-9-10 környékén mik voltak Magyarországon. Ugye a gárda felvonulásának következtében ismerkedtek meg a náci gyilkosok a falunevekkel, a környékkel, ahol még sosem jártak. Ahol is mindenki tudja, molotov koktélokat dobáltak a házakba, az égőházakba kimenekülő cigányokat meg egyszer lövöldözték, és cigánygyilkosságok történtek. Még egyszer mondom, nem tagadom azt, hogy nincs probléma Magyarországon. Viszont az a mód, ahogy azt a Mi Hazánk mozgalom és a vele szimpatizáló embereknek mondott akárkik teszik ezt, ez a fajta eljárás ellen tiltakozok én. Én egy ilyen ember vagyok, én nekem nincsen politikai karrierem, én megtehettem azt, hogy így nyilatkozok, ahogy nyilatkozok, mert miért ne tehetném meg? Engem nem figyelnek a kamerák, nem figyelnek az újságírók, stb. Én vállalom a felelősséget a szavaimért, igen, Kanadában vagyok, de arra is ígéretet teszek, haza fogok menni Magyarországra. Nem bújok el én kanadai zászló mögé, tévedés ne essék. Pont miattatok fogok hazamenni az ilyen emberek miatt, akik meg akarják keseríteni a cigányok életét. Nem mondom azt, hogy egyedül én leszek az, aki majd megváltja ezt a világot, mert nem. Olyan kevés leszek hozzá, mint a porszem a sivatagban. Küldenétek engem különböző uszításokért Szibériába, meg írjátok az okosságot, hogy a verekedés alatt, 2 perc alatt kifulladnak. Erőszak erőszakot szül, igen, a videó megkészült után nagyon sokan rám szóltak, hogy ezt nem így kellett volna, hogy elmondjam, de a Csorba Rubika és az ő sorstársainak az emléke véget olyan szinten elborult az agyam, hogy egyszer nem tudtam normálisan és épészel, szép szavakkal elmagyarázni, hogy mi merre hány méter. Most is azt mondom, ha egy cigánytelep legyen a Sziget-Szent Miklóson, Török-Szent Miklóson, Budapesten, vagy Debrecen környékén, vagy bárhol máshol, megjelennek rasszista nézeteket való emberek, és masírozni próbálnának a cigányok lakta területen, és betördelni az ablakokat, és azt kívánni, hogy cigánybűnözés, most is azt mondom, oda kell állni, és telébe kell őket vágni, úgy, hogy lefossa őket a vér. Már csak azért is, mert én még egy olyan esetről nem tudok, hogy a cigányok összeverődtek volna bandákba,
és azt kiabálták volna, hogy magyar terrorizmus, ablakokat verdestek volna be, és megfélemlítettek volna magyar származású embereket. Na már most a magyar gárda nagyon szívesen teszi ezt, felvonult cigány telepeken, és hogy ott válogatás nélkül a frász hozza rá mindenkire. Ne lepődjetek meg azon, amikor én a videóban azt mondtam, hogy hozzuk rá a frászt mi is a magyarok gyerekeire. Hiába gyerekek, hiába mondjátok, hogy a gyerek nem tehet semmiről. A cigány gyerek se tehet semmiről, akit éppen megfélemlítetek. Válogatás nélkül egyformán akartok ti mindenkit megijeszteni és elfélemlíteni, és elüldözni abból az országból. Akkor én miért tegyek különbséget? Miért mondjam azt, hogy tisztelet a kivételnek, ha ti nem mondjátok azt? Folyamatosan azt mondjátok, hogy a beilleszkedni nem tudott cigány társadalom. Hát ti vagytok azok, akik kirekesztettek minket egy bizonyos állapotba, és abban az állapotban tartjátok a cigányságot X idő óta. Felelősek ezért a cigány politikusaink is, akik a regnáló kormánynak a faszát szopkodják. Ezért felelősek ők is. Felelősek vagytok ti is, akik azzal foglalkoztok leginkább, hogy cigány bűnözés. Ilyen szó nem szabadna, hogy létezzen egy demokratikus országban. Na most, ha számotokra létezik a cigány bűnözés, akkor számomra létezik a magyar terrorizmus, a magyar politikai korrupció, a magyar rendőrségi korrupció, az egészségügyi korrupció, és az iskolai szegregáció, akkor az iskolai nácizmus, a rendőrségi nácizmus, a félkatonai szervezetek nácizmusa, ezeket mind fel lehetne sorolni, hogyha esetleg ti azon vagytok, hogy létezik Magyarországon belül egy olyan dolog, hogy cigány bűnözés. Egyetlen egy cigány bűnözési, illetve egyetlen egy bűnözési formát sem szabad egy népcsoporthoz azonosítani. Nem gondolom azt, hogy minden magyar rasszista, nem gondolom azt, hogy minden magyar megcsinálja a lányát, megerőszakolja, nem gondolom azt, hogy minden magyar levágja a barátnője fejét, mert éppen most más emberrel akar lenni, nem gondolom azt, hogy minden magyar egész nap a sört iszza, meg a bort, meg a pálinkát, és delíriumos állapotában a Mein Kampfot olvasva különböző ilyen haditechnikai szarokat összehoz magának, mint például a gárdista, hogy lángszórókat csinálgatott magának, közben a lányát erőszakolgatta éveken keresztül. Nem gondolom azt, hogy minden magyar ilyen lenne, mint ahogy nem minden cigány olyan, amilyen. Én amikor normálisan beszélek a videókban, ugye azok a részek azok sehol nincsenek feltüntetve, az nincsen górcső alá véve, az nincsen összevágva. Amikor egy olyan állapotomban voltam, hogy pont egy olyan hír jött, hogy a bíróság hiába szüntette meg a Torockainak a felvonulást, ő mégis meg akarja tartani, majd a bírósághoz fordult, és a másik bíróság ugye megengedte neki, hogy felvonuljon nehezen, elborulva az agyam, hogy egy demokratikus országban engedélyezett egy náci eszméket valló csoport felvonulása cigányok laktott területen. Hát mi ez, hogyha nem a mindjárt közösség elleni izgatás és a rasszizmus ellen, és a rasszizmus jegyében való felvonulás. Mi ez, ha nem bűncselekmény egy demokratikus országban? Oké, hogy szólásszabadság van, de azért mindennek van egy határa. Lófasznak is van vége. Kedves Torockai, és a veled szimpatizáló emberek, ne aggódjatok, nem bújok el a kanadai zászló mögé. Én, Berger Siegfried, szexuális születésű cigányember, aki jelenleg Kanadában él, haza fogok menni Magyarországra, büntető felelősségem teljes tudatában vállalom a szavaimért a felelősséget, és nagyon szívesen állok elébe bárkinek. A boxot azt meg felejtsétek el, meg az ilyet, mert én azt gondolom, hogy ti, engem hiába nézhetek le a videóba, hogy mekkora az evolúciós különbség a magyarok és a cigányok között. Nagyon nagy, mert a cigány nem csinál olyanokat, mint a magyarok, igaz? Ez tény és való egyébként. A cigány az nem fogja megerőszakolni a lányát, nem fogja levágni a barátnője fejét, meg stb. Az, hogy nekünk is vannak ugye olyan dolgaink, amikre éppen nem vagyunk büszkék, ez tény és való, aláírom, vannak dolgaink, amit szégyelnünk kellene. De nem gondolom azt, hogy az én videóm véget nekem bármiféle szégyelni valóm is lenne. Mással nem tudtok csak azzal tudtok jönni, nem tudtok mással érvelni ellenem, mint hogy dagadt vagyok. Hát én egy ilyen ember vagyok, aki nagyon csúnyán fel tud hízni, és nehéz a fogyás. Én azt gondolom, hogy Kovi is eléggé dagadt ember, egy magyar származású ember, mégis a filmjeit csámcsogva néztétek, magyarok ti is, amíg filmek hatására kifejlődött bennetek a szexuális aberráció, amivel is a saját gyermekeitek ellen éltek.
tisztelet a kivételnek, most én kimondtam ezt a mondatot, de ti nem szívesen használjátok ezt a mondatot, hogy tisztelet a kivételnek. A kommentek zömében a videó alatt egyébként nagyon kevés olyan kommentet láttam, amiben azt mondták volna, hogy a cigánygyilkosságról való megemlékezve elképzelhető, hogy az embernek elborult az agya. Meg hogy úszítom én a cigányságot a magyarság ellen, a gyilkosságra, verekedésre, meg ilyenek, hogy ezért milyen büntetés járna. Torockainak sem járt itt a büntetés, sőt, engedélyezte a magyar kormány, a Fidesz engedélyével történt egyébként ez a felvonulás, amivel is ugye a magyar és a cigány ellentétet még inkább elmélyítették, ahelyett, hogy inkább ezt a demokrációs vonalat valamilyen szinten egy közös megállapodással elradírozták volna a két nép között, ahelyett inkább a Fidesz engedélyével tovább engedték ezt a felvonulást. Én nem is tudom egyébként azt, hogy ezzel mi a szándéka bárkinek, vagy akármelyik másik politikai csoportnak, de valószínűleg egyébként Orbán üzelmeiről vonja el a figyelmet az, ami most Magyarországon jelenleg folyik. Én örülök neki, hogy a Mi Hazánk mozgalom végre észrevett engem. Eddig üzentem már egyébként a volt Jobbik Berkén belül dolgozó egy-két analfabét öltünkbe bújtatott degenerált barom állatnak. Kisebb-nagyobb sikerekkel jött rá a reakció. Ez most kifejezetten jól esett nekem, hogy egy ilyen összeállítást csináltak rólam és az ügyünk mellett felszólaló cigány testvéreimről. Büszkén vállalom a cigányságomat, büszkén vállalom a szavaimat, és most is azt mondom, minden egyes náci telébe kell baszkodni, amint támadásra adja a fejét. A cigány nem fogod menni a nácinak a házához és azt mondani neki, hogy beveri az ablakot és kiabálni rá, hogy náci, meg kell halljál. Ilyet nem fog csinálni a magyar, és illetve a cigány. De a cigány telepekre kimegy a magyar, és kántálják, hogy cigánybűnözés, és beverik az ablakokat, molotov koktélokat dobálnak be, és az égő házban menekülő embereket, csupán azért, mert cigányok lelövöldözik. Kortól, nemtől, innentől mentesen, nem válogatva lemészárolták a cigány testvéreimet. Ne várjátok tőlem azt, hogy én ezt majd egy demokratikus ország alapelveihez hívően, majd szép szavakkal, mit tudom én, ilyen, akárhogy mondhatnám így is, hogy válogatott, különböző, gyönyörű szépen csengő, magyar hangzású szavakkal fogom én ezt lereagálni. Nem. Szopja ki a faszom az összes rasszista kutya náci. És azok is szopják ki a faszomat, akik szítják a tüzet a magyarok és a cigányok között. És akinek nem tetszik, az is kiszophatja a faszomat. Ezt a Facebookomat is lehet tiltani, de csinálok majd egy másikat. Aztán lehet ezt játszani. Éjjel-nappal tiltogatjuk egymást, meg tiltogattok engem, de én csinálok egy másik oldalt. Nincsen ezzel probléma. E-mail cím határok a csillagoség, Facebook elérhetőség határa a csillagoség. Nagyon sok minden más oldal van, ami fölött nincsen hatalmatok egyébként, náci kutyák. És tetszik, nem tetszik, én így gondolkodok. És igen, lehet jönni azokkal is, hogy majd ha hazamegyek, akkor majd szétvertek engem, meg minden. Az egész ország tudni fogja, mikor fogok hazamenni, ígérem. Ígéretet teszek arra, hogy időben értesíteni fogom a magyar nemzetet arról, hogy én Berger Siegfried felszálltam a Kanadából Magyarországra szálló járatra, és hazamegyek. Nagyon szívesen fogok erről értesíteni mindenkit, aki esetleg meg akar verni, az meg fog találni a Ferihegyi reptéren, vagy valamelyik cigánytelepen, amit majd közé fogok tenni. És hogy én szégyellem a magyarságomat, és ezen vagytok felakadva, meg egy ilyen zablásszájú hülye gyerek kitírta, hogy ő meg szégyel, ő letagadja, hogy néger, és akkor egy ilyen iróniával, hát látszik, hogy nem néger a csábó, ezzel asszociálva látszik, hogy én nem magyar vagyok. Hát ha én nem magyar vagyok, akkor a szemetekben, akkor miért vagytok azon felborult, hogy azt mondom, hogy letagadom a magyarságomat. Hát szégyellem azt, hogy magyar vagyok. Hát bárki meghallja itt Kanadában is azt, hogy magyar, akkor megkérdezik, hogy Orbán. Már nem azt mondják, hogy Puskás, meg a másik nagy sportolókat, mert senki nem erről beszél, gyerekek. Orbánról és arról, hogy a rezsim diktatúra van Magyarországon. Miről beszélgettünk? És hallott eleinte, amikor itt voltam, az első időkben mondtam, hogy magyar vagyok, azt tudták, mi az, hogy Magyarország. Hát ezt így hol van? És akkor el kellett nekik magyarázzam, hogy Közép-Európa, stb. Egy kis ország, stb. Határos országok, és akkor így eljárt közzel megértették. Most már alapjáraton tudja a fél világ, Magyarország, ja, hát az Orbán rezsim, a diktatúra, stb. Náci, ez még hazája. Így ismerik egyébként. Egy olyan országban is, ahol ugye teljesen rasszista mentes életet élnek az emberek, mert ugye ez befogadó ország, és különböző ide telepedett embereknek a csoportjából áll össze Kanada. A másik dolog, amiért ennyire ki voltam akadva, az pedig az, hogy Tomcat, a másik rasszista senki házi kutyafejű bejött ide Kanadába, és menedékjogot kért egy olyan ember, aki a cigányok ellen uszította a magyarokat.
És mondhatom azt, hogy sikeresen, mert az ő keze is nyakig benne volt abban, hogy a cigánygyilkosságok megtörténtek akkor abban az időben Magyarországon. És ez az ember állítólag itt van Kanadában, és menekültjogi kérelmet kapott itt, él, itt dolgozik, stb. És Montreálban él az ember, és ezért voltam még nagyon ideges, hogy a náci eszméket valló és nyíltan rasszista támadásokra buzdító ember be tudott jönni ide Kanadában menekültjogi kérelmet kérni. Most én nem értem, hogy ez hogy működik. Az egyik. Én igen, felhívtam a cigányok figyelmét arra, hogy amelyik magyar oda megy a cigántelepek, telébe kell baszkodni. Ez így van. Sőt, az utcán látsz egy magyart, aki úgy néz rá, hogy így, vagy valami, hogy meg akar téged izélni, mert te cigány vagy, oda kell menni, és telébe kell baszkodni. Mit nézett a büdös kutya? Ennyi. Most is ezt mondom. Mint ahogy a magyar náci is fogja magát, végig akar sétálni a telepeken, és ő lincselni akarja a cigányokat. Szibériába akarjátok ti küldeni. Hát titeket hova kéne küldeni akkor? Huszításért, akkor az aberált szexuális bűncselekményeitekért, meg a maga nácizmusért, amit a világ kilök magából. Veletek mit kéne csinálni? Nem is tudom. Ezen gondolkodjatok el. Náci kutyák!